Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársaim, jegyző úr, kormányhivatal és a járási hivatal képviselőit is köszöntöm, illetve a tévénézőket is. Következik soron következő képviselő testületi ülésünk. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, egyébként hiánytalanul itt vagyunk. A napi rendi pontok mindenkihez eljutottak, nézek a képviselőkre, mindenki megkapta. Visszajelzés nem érkezett ezzel kapcsolatban, hogy további napi rendi pontokat építsünk be, nyilván az egyebekben ez kibővíthető, illetve a negyedik napi rendi pontunk a városi kitüntetések témaköre, az pedig zárt ülésen belül a TV kizárásával történik majd a végén, de azt jelezni fogom. Ha megengeditek, akkor a napirendi pontok sorrendjébe mennénk. Az első napirendi pontunk a 2021 évi krónika elfogadása. Ugye magát a krónikát mindannyian megkaptuk, köszönjük szépen, Zsuzsi. Én mégis, hogyha lehet, mert eddig is mindig így szoktuk, hogy egy pár szóra megadnám a szót, hogy mégis halljunk attól is, aki ezt ilyen szépen összeállította nekünk. Parancsolj! Nincs mit mondanom, ugyanazt tudom ismételni évről évre, hogy hát egyrészt én igyekszem mindennek utána nézni, utána járni, de nagyon-nagyon megköszönném, vagy megköszönöm, hogyha valaki úgy gondolja, hogy valami olyan történik akár vele, akár a környékén, akár az egyesületében, vagy bárhol, ami akár most, akár évekkel később közérdeklődésre tarthat számot, akkor ha személyesen is valahogyan felhívja a figyelmemet rá, azt még külön megköszönném. Nem nagyon volt mostanában ilyesmire példa, nem is volt annyi minden az elmúlt két évben, mint ami azelőtt volt, de hát azért így is sikerült elég sok mindent összegyűjteni. Igazándiból nagyon szívesen válaszolok, hogyha van kérdés, de én úgy különösebben nem kívánok mondani róla semmit. Köszönöm szépen, annyival kiegészíteném, ugye, hogy más jellegű dolgok történtek egy kicsit, mint amire fel voltam készülve. Kedves képviselőtársaim, valakinek kérdését parancsolj? Én csak annyit szeretnék mondani, hogy hát megint nagyon köszönjük, hogy ezt így sikerült összehozni. Én egyébként minden évben olyan szívesen olvasom, mert ugye az ember tudja ezeket a dolgokat, de mégis olyan jó így együtt látni, és olyan jó látni, hogy tulajdonképpen ez egy újabb szembesítés az embernek, hogy mennyi minden történik itt a településen. És azért annak ellenére, hogy volt olyan hónap, amikor ugye az került bele, hogy hát ugye ez a kialakult helyzet miatt ugye nem nagyon lehetett programot, tehát mégis akkor is voltak azért, így van, azért dolgok. Úgyhogy köszönjük szépen. Én köszönöm. Köszönöm szépen. Másnak esetleg? Parancsol. Nekem az jött le az olvasása közben, hogy egy élő krónika vagy, és hogy biztos, hogy bármikor lehet hozzád fordulni, mert meg fogod tudni mondani, hogy mikor volt. Hát ebben nem vagyok olyan biztos, de igen. És ugye a tavalyi évek igen. Teljes egészében szinte a Covid uralta, ehhez képest pedig tényleg egy nagyon bőséges. Igen, engem is meglepett egyébként. Meg az is, hogy tulajdonképpen tényleg mennyi program van. És most már azért is csinálom azt, hogy a rövidhez odaírom mindig, hogy éppen hol zajlik az a program, mert azért itt is vannak jelzésértékű dolgok, hogy azért mennyi minden történik, ami mellett úgy elmegyünk a hétköznapokban, és nem is uteszünk be, de amikor már 82-szer írja le az ember, hogy például művelődési ház, művelődési ház, művelődési ház, az nyilván azt jelzi, hogy azért történnek itt dolgok. Köszönöm szépen, és ugye a tévénézők nem találkoztak ezzel a krónikával, de ezt azért azt kell elképzelni, hogy ez szinte napi szintű vezetéssel van. Úgyhogy befelé jövet én kérdeztem is a Zsuzsát, hogy mert én biztos elfelejtenék napokat így rögzíteni, és hogy lehet ezt majd így visszafelé, de neki megvan a technikája arra, hogy lehet ezt összeállítani, hogy ez az nem egy egyszerű feladat, és most már ugye évek óta készíted ezeket. Úgyhogy én köszönöm szépen. Hát tudom, hogy ezzel kapcsolatban még valakinek parancsolja. Csak megjegyzést szeretném tenni, hogy most rákerestem, hogy a honlapra 2019-es az utolsó krónika, ami fölkerült, föl lett tőle. Hogy akkor hogy a frissek is gondolom, hogy jelezzük szerintem majd a Petra felé, hogy kerüljenek fel. Jó, most a Petrával amúgy is beszéltem, hogy egy kicsit fésüljük át lányvásári oldalakat is, meg minden, mert voltak megjegyzések, hogy még nem is volt fönn az idő, nyilván program még nem, de az időpontokat kérdezték. Meg lesz ez is oldva, akkor a 20-ast is megnézzük, jó? Köszönöm szépen, hogyha nincs további kérdés, akkor én ezt szavazásra bocsájtanám. Kérem képviselőtársaimat, aki egyetért azzal, hogy fogadjuk el a 2021 évi krónikát, azt kérem tegye fel a kezét. Köszönöm, megalapítom egy csapból, igen.
Köszönjük szépen, Zsuzsi. Nem tudom, hogy szeretnél-e maradni, mert szívesen elengedünk. Jó? Köszönjük még egyszer. Következő napi rendi pontunk a Család és Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolója a 2021-es év tevékenységeiről. Ugye ezzel kapcsolatban szintén mindenki megkapta ezt a beszámolót, amit Mezei Mihály kollégán készített. Vannak benne, azt mondom, érdekes dolgok, bár ugye nemrég azért valamilyen szinten beszélgettünk ezekről más körben. Én odaadnám a szót neked azért, Misi, hogy erről egy pár gondolatot nyilván, mert kicsit mindig olyan helyzetben vagyunk, hogy mi látjuk ezt, csak ugye a lakosság nagy része ezzel nem találkozik nyilván. Vagy csak a benne lévő problémákkal, vagy adatokkal. Igen, köszönöm szépen. Hát igazából akkor néhány olyan kérdésre próbálnék meg most így reflektálni, ami most így ugye rejtve a te felvezetőben is elhangzott. Én azt gondolom, hogy mint az élet minden területén, a mi munkánkban is a járványügyi vészhelyzet ez meghatározó volt. Sajnálatos módon a 2021-es évet talán nem is érdemes, talán igazából annak lenne értelme, ha az egész járványügyi periódust önmagában kezelnénk, annak a következményeit, annak a jelenségeit elemeznénk, és abból szűrnénk le következtetéseket. Nyilvánvalóan egy olyan intézmény számára, ahol az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás az a dolgok lényege. Tehát anélkül, hogy megtartsunk személyes kapcsolatot az ügyfeleinkkel, anélkül gyakorlatilag nem is beszélhetünk az intézmény tevékenységéről. Tehát nekünk igazából ezt a kérdést kellett megoldanunk, ezt kellett valamilyen módon áthidalnunk. Ugye jogszabályok által korlátozó volt az ügyfélfogadást, ki jöhet be, ki nem jöhet be, mi nem mehetünk ki, kihez mehetünk ki. Az iskolák, óvodák, ugye a gyermekvédelmi jelzőrendszer legmeghatározóbb elemei zárva voltak. A szülőkre olyan feladatok hárultak, amikre nem igazán voltak felkészülve, megtudták, hogy milyen az egy általános iskolás gyerekkel napi 24 órában együtt lenni, együtt felkészülni, úgy amennyire lehetett mondjuk a közoktatásból adódó feladatok ellátására. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon bonyolult időszaknak most már, ha azt mondhatjuk akkor, hogy a végén vagyunk, és reméljük, hogy a végén vagyunk, bár ugye itt mindenféle hát vészjósló mondatokkal találkozhatunk a médiában is, újabb járványokkal fenyegetnek bennünket, tehát azt gondolom, hogy azért félre nem tehetjük ezt az időszakot, a tapasztalatokat mindenképpen le kell vonni. Számunkra a legnagyobb tanulság az volt, hogy igazából a járványügyi vészhelyzet nem csak egészségügyi problémát jelentett. Ez mind az élet minden területén, a családok számára, a gyermeknevelésben, a gyermekek védelmének a kérdésében is olyan új helyzeteket hozott, amiket kezelnünk kellett, amit a családoknak kezelni kellett, a különböző intézményeknek kezelni kellett. Tehát ezekre az ilyenfajta jelenségekre fel kell készülnünk a továbbiakban is, azt gondolom. Hogy konkrét területeket említsek, a tanácsadások, amik ugye igazából 2016 óta képezik az intézményünknek egy nagyon fontos területét, hát személyes jelenlét nélkül elképzelhetetlenek. Próbálkoztak a pszichológusok az időszak elején online módon kapcsolatot tartani azokkal az ügyfelekkel, akikkel mondjuk egy párterápia, egy családterápia vagy egy egyéni terápia folyamatban volt, azonban ezek nem gyakorlatilag kivétel nélkül megrekedtek. Tehát ez személyes jelenlét nélkül ez igazából elképzelhetetlen. Ugyanígy ugye hát mondjuk az oktatási köznevelési intézményekkel való kapcsolattartás, és ha nincsenek ott a gyerekek az iskolában, akkor ez egy egészen más kérdés, mint akkor, amikor napi kapcsolatban tudunk lenni gyerekkel, szülővel, pedagógussal egyformán. Tehát azt gondolom, hogy ezek a területek voltak azok, amelyeken, hát ezt el kell ismernünk, ez egy visszaesést jelentett, hiszen itt olyan szolgáltatásokról van szó, amik 2016 óta, vagy még korábbi időszak óta, vagy illetve későbbi időszak óta kerültek bevezetésre. Tehát elindultak az iskolai, óvodai, szociális segítőtevékenység folyamatai, ezekben is nyilvánvalóan egy megrekedést, egy akadályt jelentett ez a kialakult helyzet.
Egyéb tekintetben azt gondolom, hogy ahogy a beszámolóban leírtam, és nem is akarom én ezzel húzni az időt, a térségünkben, az ellátott településeken, Pécsváradon, illetve a járás területén olyan akár gazdasági, társadalmi, demográfiai tekintetben olyan fajta jelenségeket, amelyek a korábbi évektől szignifikáns módon eltértek volna, olyannal nem találkoztunk. Igazából tart a népességfogyás, amire az elmúlt alkalommal ugye beszélgettünk az esélyegyenlőségi program keretében, hogy Pécsváradot is olyan jelentős mértékben nem érinti, hiszen itt megmaradt a település lélekszám ilyen 4000 körül, de a járás tekintetében ugye egy átlagos méretű járási településsel, tehát egy olyan 200 körüli lakosságszámú településsel kevesebben lettünk az elmúlt 5 esztendőben. Tehát ez egy nagyon negatív folyamat. Látjuk a törekvéseket, a központi törekvéseket a vidéki életfeltételek javítására. Azt gondolom, hogy ez adott esetben még jelenthet mentővet néhány településnek. Néhány településen viszont hát az üdülő faluvá válás, vagy a hobbi kertészetek és hobbi házak településévé válás folyamata középtávon azt gondolom, hogy nem állítható meg. Amit még talán érdemes elmondani, hogy a családsegítő szolgálat és a család segítő központ feladat körében lényeges változások nem történtek. Nem szeretném különösebben magamat ismételni. A szolgálat és a központ feladat körének az eltérései, különbözőségeinek az ismertetésével azt érdemes talán újra kiemelni, hogy a szolgálat az a hagyományos családsegítői tevékenységet a pécsváradi közös önkormányzati hivatal és az erzsébeti közös önkormányzati hivatal településein látja el, a központ pedig, ami kifejezetten gyermekvédelmi feladatokat és speciális szolgáltatásokat lát el, azt a járás egész területén ellátjuk továbbra is. Ennek a feltételei adottak, a jogszabályi feltételei, az anyagi feltételei, a tárgyi feltételei ehhez megvannak, tehát ismerve a járás, illetve a megye többi intézményét, azt gondolom, hogy a mi jó helyzetben van, és megvannak azok a szakembereink, és megvannak azok a tárgyi feltételeink, amelyek ezeknek a feladatoknak az ellátását biztosítják. Ha kérdése van a tisztelt képviselőtestetnek, akkor természetesen, ha tudok, válaszolok. Képviselőtársai, maradt meg. Köszönöm szépen. Hát mindenek előtt újra a köszönet, mert ugye ez is egy nagy munka ezt összeállítani. Én nekem az szúrt szemet itt a számoknál, hogy szinte minden eset csökkenő tendenciát mutatott. Ez most szintén ennek a speciális helyzetnek tudható be, vagy ez egy általános jelenség, hogy csökkenek az esetszámok például a védelembevétel, tehát hogy szinte mindegyiknél azt láttam, hogy évről évre kevesebb. Hát azt gondolom, hogy a legutóbbi évek csökkenő tendenciája mögött a járványügyi vészhelyzet van. Uh-huh. Tehát kevesebb információt kapunk, kevesebb negatív jelenséggel találkoznak azok, akik a jelzőrendszer részét képezik. Egyébként azt el kell mondani, hogy gyakorlatilag a jogszabály szerint mindenki a jelzőrendszer része, mert a szomszéd gyerekről ugyanúgy jelezni kell, ha negatív jelenséget tapasztalok, mint a pedagógusnak az iskolában a bántalmazás jeleit észleli. A gyerekek nem jártak iskolába, ezért értelemszerűen sokkal kevesebb jelzés érkezett. Tehát nem annyira optimista ez a dolog, mint amit... Hát nem annyira, mint amennyire a számok sugallják. Egyébként azt gondolom, hogy így, és hát megint csak a megyei vagy akár országos adatokra is hivatkozhatnék, a pécsváradi járás a gyermekvédelmi számok tekintetében sem áll rosszul. Tehát ahogy a közbiztonság tekintetében, ugye nemrégen a sajtóból értesültem, hogy a pécsváradi járás a legpozitívabb mérőszámokkal rendelkezik, ugyanúgy azt gondolom, hogy így a gyermekvédelem tekintetében sem járunk sokkal hátrébb.
Ennek nyilvánvalóan összetett okai vannak, ebbe talán most nem érdemes annyira belemenni, de ezek mögött, a számok mögött most azt gondolom, hogy a pozitív, a hurrá optimizmusra olyan nagy okunk nincsen, igazából a kevesebb jelzés, a kevesebb negatív tapasztalat, ez az, ami a jobb statisztikát okozza. Hát, sejtettem. Köszönöm szépen. Misének a munkája mindig egy szociológiai tanulmány is, és hát ezért nagy elismerés illet Misi. Én azt szeretném megkérdezni Aliszhoz egy kicsit csatlakozóan, hogy mit tapasztalsz a családi struktúrákban, a család működésében most így a járvány alatt? Tehát az, ami mondjuk nem mérhető, de szubjektíven mégiscsak vannak olyan tendenciák, amik talán jellemzőek lehetnek, és hogy lehet ebből következtetéseket levonni? Hát olyan mennyiségű információ, vagy nyilvánvalóan ilyen vizsgálatot nem végeztünk, de azt gondolom, hogy a hozzánk eljutó információk alapján az megállapítható, hogy ahogy azt az elején is mondtam, hogy egy váratlan helyzetet teremtett a családokban az, hogy a gyerekek napi 24 órában otthon vannak. Ez nagyon sok család számára jelentett családi feszültségeket, nagyon sok család számára jelentett olyan fajta konfliktusokat, amiket nem biztos, hogy önmaguk megtudtak, vagy képesek voltak megoldani. Nagyon sok esetben, ahol be tudott lépni egy nagyszülő, vagy közeli rokon, aki segített ezeknek a feladatoknak az megoldásában, ott ez jelenthetett megoldást. De azt gondolom, hogy és ezek nem csak járási, vagy nem csak a mi közvetlen tapasztalataink, hanem amit így mondjuk akár a sajtóból is érzékeltünk, szinte minden családról elmondható, hogy megterhelést jelentett a számukra a vészhelyzet, illetve az azt követő, a vészhelyzetet jelentő intézkedések sora. Nekem az a tévében látott kis televíziós snitt jut az eszembe, amikor egy apuka megkönnyebbülve viszi újra először óvodába a gyermekét, és mondja el a riporternek, hogy ez most fúj, de jó, hogy végre újra hozhatom a gyereket az óvodába. Tehát azt gondolom, hogy amennyiben erre, ezekre a helyzetekre hosszú távon fel kell készülni, tehát az elején mi úgy voltunk, hogy, és azt gondolom, hogy ezzel különösen talán az egészségügy területén is így voltak, hogy az előzetes információk azok arról szóltak, hogy itt most, de most nem, tehát túlzás nélkül, hogy itt tömeges elhalálozásokra kell felkészülni. Tehát annyira, ez annyira benne volt a levegőben, hogy sok helyen ez pánik hangulatot is teremtett. Mi ezt úgy próbáltuk meg áthidalni, hogy ami tőlünk telik, és a mi eszköztárunkon, illetve a mi szakembereinktől telik, hogy a pszichológusunkat napi 24 órában telefonon elérhetővé tettük. Tehát, hogyha valahol olyan mentális krízis is következik be, akkor legyen kihez fordulni. Ezt a telefonszámot, ezt minden önkormányzathoz eljuttattuk, és megpróbáltuk ezt a fajta szolgáltatásunkat mindenki számára elérhetővé tenni. Hát hál' Istennek erre nem került sor. De fel kell arra készülnünk, hogy igen, vannak ilyen helyzetek, hogy olyan problémákat kell megoldani otthon, amire nem vagyunk felkészülve, amire nem voltunk felkészülve. Tehát egy gyerekkel, akár egy általános iskolás gyerekkel való napi felkészülés, az online oktatásban való részvétel, hát most arról ne beszélünk, hogy online nem lehet egy gyereket írni, megtanítani. De meg kell mondanom, hogy nekem is mondjuk egy negyedikes matematika például már lehet, hogy problémát okoz. Tehát ezeket a helyzeteket áthidalni meg kell tudni próbálni, illetve azokat a szolgáltatásokat, amikre ilyenkor szükség lehet, például a pszichológus, akár egy tanácsadás szintjén is, hogy ezeket tudjuk használni, ezekhez is azt gondolom, hogy hozzá kell szoknunk, hogy találjunk ilyen, keressünk és találjunk a problémáink megoldásához megfelelő szakembereket. Most elmondhatom azt, hogy hál' Istennek most a járásunkban is nekünk is van egy fő pszichológus alkalmazottunk. A pedagógiai szakszolgálatnak is vannak pszichológusai, és hát vannak a különböző telefonos ingyenesen elérhető szolgáltatások, ezek is elérhetők és igénybe vehetők. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a helyzeteknek a kezelésére fel kell készülnünk. A jövőben nem fog váratlanul érni bennünket az, hogy egy olyan helyzetet kapunk, aminek a megoldására esetleg partnereket kell keresnünk, és lehetőség szerint helyben találni. Köszönöm szépen!
nagy szerencsénk, hogy nagyon jó szakemberek vannak, és mindenki a helyén van, tehát nincs hiány ebben a járásban, szakemberben. Igen, hát elmondhatom azt, hogy ugyan a jogszabály elég szűkre szabja a létszámkereteket, ezért mi küzdünk, hogy ezek bővüljenek, de elég szűkre vannak szabva a létszámkereteink, de azok 100%-ban megfelelő képzettségű szakemberrel vannak betöltve. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Tehát én látom azt, hogy micsoda fluktuáció van, milyen elvándorlás van a pályáról, megyei vagy akár országos tekintetben is. Én nálunk nem volt személyi változás az elmúlt években. Illetve ami volt, az a bővülésnek volt köszönhető, tehát hogy lehetőséget kaptunk és központi finanszírozást arra, hogy bővíthettük a személyi állományunkat. Még annyit visszacsatolva erre a gondolatra, amit mondtál, hogy ugye a két évvel mutatták, hogy az apuka örült, hogy vihette az óvodába a gyereket. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy az esetleges hibái vagy hiányosságai ellenére mekkora kincs az, hogy van nekünk egy nem csak nekünk, hanem országosan, tehát hogy óvodahálózat van, iskolahálózat van. Ez mekkora dolog, ez most látszott igazán a járványhelyzet alatt. Igen, és hát akkor ez a bölcsödét is hozzátehetjük, ugye, igen, ami igen. A nők számára egy hatalmas lehetőség, nyilvánvalóan. Hát ez persze, ez minden kérdéseket vett fel, de hát valóban azt gondolom, hogy abszolút igaz, amit mondasz, hogy jól működő köznevelési intézmény rendszerünk van, és ez nagyon sok probléma felismerésében, a gyerekek az érintett korosztály tekintetében a problémák időben történő felismerésében rendkívül jelentős, hiszen hozzánk, hogy megfelelő szakembereket találjunk, ezekből az intézményekből érkeznek az információk, és azt kell mondanom, hogy mióta ugye működik az iskolai, óvodai, szociális segítő tevékenység, azóta, hogy azt le is írtam a beszámolóban is, tulajdonképpen egy olyan minden probléma kezelésére adott egy olyan szakemberi tím, amely képes a gyerekek problémáinak, az adott gyerek problémáinak a teljes spektrumát áttekinteni, és a legmegfelelőbb megoldásokat együtt kigondolni. Köszönöm szépen, parancsoljon! Még egy annyi kérdés, hogy említetted itt a tavaly évi felújítást, illetve évelején volt még egy kisebb léptékű eszközfejlesztés, hogy van most még olyan tárgyi vagy akár személyi szolgáltatás, ami segítené a munkátokat, vagy előrébb inne, vagy mi az, ami így rövid vagy középtávon még úgy érzed, hogy szükség lenne rá? Hát ugye azt szoktak mondani, hogy sose elég, tehát nem tudsz olyat mondani, hogy most ugye minden fenékig tejföl. Én azt gondolom, hogy alapvetően megvannak a feltételeink, tehát kielégítőek a feltételeink, a munkafeltételeink. Az épületünk ugye maga nem intézményi funkciók betöltésére készült, de az elhelyezkedése folytán, tehát hogy a városközpontban van, hogy a vidékiek számára is könnyen megtalálható, elérhető, így nagyon sok jobb adottságú épületért nem cserélnénk el, azt gondolom. Nyilvánvalóan az épületen belüli, hát ha te is jártál nálunk, tudjátok, hogy szűkösen vagyunk. Még az a szerencse, hogy ugye a kollégák munkáik érdemi részét azt ugye területen töltik. Az adminisztráció az, ami meg a személyes ügyfélfogadás, amikor minket, a kollégáimat keresik meg, az ügyfelek, azt történik az épületben. Hát ennek a feltételei lehetnének jobbak. Lehetnének jobbak a bútoraink, lehetnének alkalmasabbak a különböző feladatok ellátására, de amilyen változások történtek az utóbbi időszakban, akár így az épületre gondolok, akkor plusz egy helyiséggel bővültünk, ami a pszichológus számára egy sokkal megfelelő környezetet teremtett, hozott létre, tehát léptünk előre tekintetben is. Ugye a vidéki feladatállátás tekintetében a jogszabály változott és ránk lőcsölt nagyon sok új feladatot, de ehhez az eszköz feltételeket nem biztosította. Tehát a mai napig is tulajdonképpen az önkormányzat polgármester úr közreműködésével tudtunk még egy személygépkocsihoz jutni, amit így ki tudtunk valahogyan gazdálkodni. Enélkül nem,
nem tudnak, nem lennék képesek működni. Jó lenne az, ha lenne a másik autót is csak mi használhatnánk, hiszen 17 településre kell, nem, azt mondom, nem kell minden nap 17 településre eljutnunk, de sok esetben kell vidékre eljutnunk, sok esetben kell más egyéb szakmai ügyekben a megyeszékhelyre bejárni, vagy különböző ügyek intézését más-más településeken, ajánláson kívül intézni. Ilyenkor az lehetőségünk van arra, hogy a saját gépkocsiját igénybe vegye a kolléga, ha nincs más megoldás, de igazából e tekintetben jó lenne, ha tudnánk előre lépni. Másrészt meg ugye még az épületünk udvara, ugye erre ígéretünk van, hogy az rendeződni fog. Ott még egy picit még mindig a felújítás nyomai láthatók, hogyha az egy kicsit parkosítottabb, kicsit civilizáltabb lenne, mint amilyen jelenleg. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó lenne. Köszönöm. Másnak esetleg? Én csak egy gondolat, ugye mindig minden tanulmányodban itt a demográfiai adatok azok mindig meg összenem. Most illen nem Pécsváradban látom a problémát, illetve annyit látok, hogy miért nem 5000-en vagyunk, de alapvetően szerintem látva ezeket a számokat nem állunk rosszul Pécsvárad. De azért nyilván nem akarok itt neveket mondani, a falu neveket, de megdöbbentő, hogy 10%-os csökkenések láthatóak, és ugye mivel 19-es zárásúak ezek, a mostaniak ezek még rosszabb adatokat hoznak. Tehát az látszik, hogy a járásban minden 100 emberből 2 eltávozott, de az is látszik, hogy ezek koncentráltan egy-két településről, és ha jól belegondolunk, ezeken a településeken, ami nagy igazság, nincs iskola, vagy megszűnt az iskola, nincs óvoda, vagy megszűnt az óvoda, és azonnal elindul ez a fogyás, mert ugye a szülőnek problémát okoz, hogy buszozni kell, buszoztatni kell a gyerekeket, és egyszerűbb, ha váltanak és egy másik településre mennek, úgyhogy hát ez, és tudom, hogy a demográfiai adatok azok mindent mutatnak később. Tehát nyilván egy olyan település, ami csökken jelentősen, annak csökkennek a pályázati lehetőségei, ugye nyilván elsősorban magasabb kvalitású emberek elhagyják a települést, ha jön is helyette, az egy más kategóriájú csapat, aki nyilván azért jönnek, mert olcsóbbak az ingatlanok, hiszen így az ingatlanárak is leesnek. Úgyhogy mindegy, érdekes, és köszönöm szépen ezt a beszámolót. Azt látom egyébként, hogy évről évre nagy változás ebben nincs. Tehát amit az Alice mondott, ezek a védelembe vett dolgok, minden ebben, én úgy gondolom, hogy ezeket nem számok alapján kell nézni, mert ebbe talán még súlyozottságban is különbséget lehetne tenni, hogy azt tudom, a te ideológiádat többször végig hallgattam, hogy ugye a gyereket a családból kiszakítani, az legyen az utolsó. De hát sajnos van ilyen, és van ilyen, amikor vissza lehet adni, van, amikor meg örökre kikerül a családból, és ezek azért borzasztó dolgok. Én azért el kell, hogy mondjam, hogy mivel a Covid időszakot sikerült végig dolgozni, azért rengeteg telefont kaptunk meg egyebeket, és abból látszott, hogy ki milyen állapotban van. Tehát, hogy mondod, hogy fölkészültek majd egy ilyen krízis helyzetre, nyilván az önkormányzat is fölkészül. Én azt látom, hogy pár család nem fog tudni fölkészülni erre. Nincs miből fölkészülni, nincs mire tulajdonképpen. Ők napról napra élnek, és nyilván ebben a helyzetben a legkisebb probléma az szinte megoldhatatlan. Tehát akinek nem volt például járműve vagy bármi, azoknak akármit elrendezni a Covid idej alatt, amikor korlátozott volt a mozgás, szinte lehetetlen. Tehát kezdve az oltásoktól mi vittük oltatni őket, meg ilyenek. Úgyhogy én köszönöm szépen, mondom, nagy meglepetéseket számomra ez nem tartalmazott, de nyilván az is egy eredmény, hogy valahol ugyanott vagyunk, és nem romlott jelentősen ez a dolog. Köszönöm szépen, hogyha másnak nincs kérdés, akkor én ezt szavazásra bocsájtanám. Kérem, tartsa fel a kezét, aki a Család és Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolójával 2021 évivel egyetért. Köszönöm szépen, egy hangú igen. Most tulajdonképpen maradunk a Misinél. Egy kis mesét, ha mondhatom így, hogy miről is lesz most szó. Ugye a központnak van egy vezetője, jelen esetben ez Mezei Mihály úr, akinek ugye a határozott idejű szerződése az lejárt. Ezt a pozíciót úgy, ahogy a törvény előírja, pályáztattuk. Jegyző úr ezt kiírta, ezt a pályázatot. El szeretném mondani, hogy egyetlen egy pályázat, és
nyilván ebből adódóan evidens, de azért elmondom, hogy érvényes és szakszerű és szakmailag megalapozott pályázat érkezett, az pedig a Misié. Ezt az anyagot mindannyian megkaptátok, láttátok. A döntésünk relatíve egyszerű lesz, ugye, mert nem emberek között, hanem egy embert kell elfogadni, vagy nem elfogadni. Mielőtt én ehhez hozzáfűznék egy-két dolgot, én megkérdezném a képviselőtársaimat, hogy a beadott anyag, a pályázati anyaggal kapcsolatban van-e kérdésetek, megjegyzésetek, vagy bármi? Ez egy nagyon szép pályázati anyag, és igen. Hát a munkája meg önmagáért beszél, úgyhogy ez két mondat. Így van, igen. Igen, de most én akkor, ha megengeditek, azt hogy mondjam el, hogy ugye mi a Misivel azért relatíva így a képviselőtestületben ugye a legtöbbet találkozunk. Nagyon sokszor elmondtam, továbbra is fenntartom, hogy azt a munkát, amit ők vagy esetleg a gondozási központ csinál, ezt mi nem fogjuk tudni soha megfizetni. Én szerintem nem is tudjuk elismerni megfelelő módon. Volt pár közös ügyünk a Misivel, ehhez olyan fajta türelem kell, hogy amikor én ennek csak egy részét próbálom mutatni, mindenki megkérdezi, hogy ezt hogy bírod. Na most még egyszer, tehát a problémáknak töredékével találkozok, hiszen egy részét, nagy részét ott megállítják és kezelik, de vannak közös ügyeink, amik évek óta gondolok itt a hajléktalanok kérdése, és ezt ilyen alázattal és ilyen türelemmel úgy, hogy egyébként azt hozzáteszem, hogy nagy jutalmat és dicséretet ezektől az emberektől nem kell várni, tehát elvárás az ő részükről, hogy mi vagy a központ az segítsen. Tehát itt nincs más lehetőség, segíteni kell, ha megérdemli, ha nem érdemli, meg nyilván ezt mi nem minősíthetjük ilyen szempontból. Ha a helyzet problémás, akkor segítünk, de a lényeg az, hogy én nagyon örülök, hogy pályáztál erre a dologra, és azért örülök, mert ez nem egy hálás feladat. Úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha a testület olyan döntést hozna, hogy ezt a munkát folytathatod, és folytathatjuk együtt. A pályázati anyagot végigolvasva egyébként, tehát az jön le, ami a mindennapi élet, amit látunk. Tehát olyan szerencsés helyzetben vagy, hogy azt kell leírni. Most az vagy jó, vagy rossz, vagy nehéz, vagy könnyű, de hát ez a szakma. És ez egy nagyon komoly szakma. Ugye ennyit akartam mondani, nem tudom, hogy másnak esetleg ezzel kapcsolatban a megjegyzése még. Hát igazából csak annyi, hogy ahogy Elia is mondta, ez egy nagyon korrekt módon összeállított pályázat, és Misi eddigi munkája, ugye, ahogyan, tényleg csak Liát tudom ismételni, magáért beszél, úgyhogy részemről ez nem is ez kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor képviselőtársaimat megkérem, hogy szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy Mezei Mihály úr töltse be a központ vezetői beosztását a következő időszakra, azt kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen, gratulálom is. Köszönöm szépen. Köszönöm is. Jó volt, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Jó folytatás. Jó, az lenne jó, ha nem lenne a munkánk. Azon vagyunk. És így visszakanyarod egy pillanat a Zolinak a megjegyzésére. Nyilván figyeljük mi azt, hogy hol lehet itt még bármit tenni, és bár sokan nem tudják, ugye ennek az épületnek a bármilyen típusú munkálatai felújítása, mivel műemlék nem egy egyszerű dolog, és ennek már azért tapasztaltuk a kellemetlen oldalait is, de nyilván azok, amiről beszéltük, most én nyilván azért nem kérdezem meg azt, hogy az Zoli, mert ugye én azért hallottam a szádból egy pár szól ezeket a dolgokat, amivel egyetértek. Ígérem, ha pénz vagy pályázat lesz, meg fogjuk csinálni, úgyhogy az elmúlt pályázatban is olyan dolgokat azért beleloptunk még, amit önerőből csináltunk, mert nyilván nem volt része a pályázatnak. Úgyhogy. Hát a szabad, akkor én először is megköszönném a bizalmat, és azt gondolom, hogy tényleg arra hivatkozva, hogy van rálátásom a társintézmények tevékenységére, kisebb és nagyobb körben. Azt gondolom, hogy az intézményünk e tekintetben, a fenntartóval való kapcsolat tekintetében nincs rossz helyzetben. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nincs olyan helyzet, ami ne lehetne még jobb, de a fenntartóval való kapcsolatunk, az onnan kapott támogatásunk az lehetővé teszi azt, hogy tisztességesen lássuk el a feladatainkat. Én azt
Kívánom, hogy ez a helyzet ez maradjon ilyen. Nyilvánvalóan a tőletek jövő információk is ugyanolyan fontosak, akár gyermekvédelmi, akár bármilyen egyéb ügyben, mint akár az iskolákból, vagy az egészségügyből, vagy bárhonnan máshonnan érkező információk. Azt kérem, hogy a jövőben is maradjon meg ez a bizalom. Többötöktől kaptunk jelzéseket az elmúlt időszakban is, ami alapján sikerült egy-egy ügybe bekapcsolódnunk és egy-egy helyzetet megoldanunk. Én azt kérem, hogy ez maradjon meg a továbbiakban is. Részünkről ugye a jogszabályban előírt titoktartási kötelezettség az maximális, hiszen működésképtelen lennénk anélkül, hogy ha nem tartanánk be a titoktartási szabályokat, azt a fajta bizalmas ügykezelést, ami jelenleg is folyik nálunk. Én nem találkoztam még városi pletykával, ami tőlünk indult volna ki. Ezt a kollégáim tudják, hogy én addig dolgoztam itt, amíg ilyen esettel nem találkozom, hiszen nyilvánvalóan anélkül, hogy az ügyfelek, a lakosság, az itt élő embereknek ne legyen bizalma bennünk, ne bízzanak meg bennünk, anélkül mi képtelenek lennénk ellátni a feladatainkat. Én köszönöm az eddigi bizalmat a magam és a kollégáim nevében is, és ezt kérem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendi pontokon végigszaladtunk. Az egyebekben megadnám a szót, ha bárkinek bármilyen megjegyzése. Semmi gond? Kezdjük a hölgyeknél szokás szerint. Az egyik dolog, nem tudom, hogy egyébként terveztétek-e a Szent István napokról beszélni, mert ugye nem lesz már addig ülésünk. Úgyhogy esetleg majd akkor, ha elmondtam a többit, akkor átadnám a szót, hogyha gondolod, hogy egy kicsit a lakosságot tájékoztassuk. A másik két lakossági jelzést kaptam, és gondoltam, hogy ezt így továbbítom. Az egyik az, hogy kérték, hogy a kereszteződések beláthatóságát vizsgáljuk meg, mert hogy azt tapasztalják, hogy a közterületeken sokan önkényesen sövényt telepítenek, meg és hogy nem beláthatóak a kereszteződések. Ez egy több oldalról érkező kérés volt, ugye balesetveszélyesség szempontjából. A másik pedig, hát ez egy állandó problémaforrás az utak, a belterületi utak állapota. Ezzel mondok újat, ugye tudjuk, hogy hol rosszak az utak. Annyi, hogy én kérésre ezt is továbbítottam most. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak gyors reagálás. Nyilván az utak az nem kérdés, az mindenki talán elfogadja, hogy az pénz nélkül nem lehet jelenleg utat felújítani. Normálisan meg csak sok pénzért lehet, és ezt az utóbbit próbáljuk erőltetni, tehát a gyengébb minőségi útjavításokat. Most nyilván nem azt jelenti, hogy nem fogunk kátyúzni, de a régebben használt technológiákat nem fogjuk alkalmazni, tehát mindenhol próbálunk, egyébként költségbe ugyanott vagyunk, de próbálunk a betonutakra koncentrálni, figyeljük a pályázatokat, nyilván nem mindegyik sikerül, majd meglátjuk a jövőben ez hogy fog alakulni. Nekünk is célunk, hát most nagyon egyszerűen fogalmazva, a képviselők is ugyanazon az úton járnak, nekünk is ugyanúgy olyan kellemetlen, hogy az ember rapja a nyelvét, de az utóbbi időben elsősorban a magyar faluba is a kisebb települések voltak favorizálva. A TOBBA meg nagyon nincs is kiírva ilyen jellegű pályázat, megmondom őszintén, úgyhogy. De semmiképp nem annyi, amennyi kellene. Meglátjuk. A sövény, én nem is a sövényről beszélnék meg, a belátott. Egyáltalán ez az önkényes ültetés, hogy mindenki, tehát ez pont olyan, mintha egy szomszéd telkére átmennék és ültetnék egy diófát, ha akarja, hanem nálunk ez egy nemzeti sport Pécsváradon, hogy vagy kapunk, vagy látunk egy érdekes növényt, azt kiültetjük az utcára, megvárjuk, még rendes méretet elér, majd fölhívjuk az önkormányzatot, hogy ideje lenne megmetszeni, az ágat elvinni, esetleg a termést, mert ugye az 1000 éve szabály Pécsváradon, hogy termő növényt nem lehet. Ennek ellenére nyugvízik a Pécsi országúton, megy, szilva, dió, minden van, és erre is kaptunk már utasítást, hogy ideje lenne összeszednünk, mert beérett a... Nem fogjuk beszedni azt, vagy meg felszedni ezeket a dolgokat, azt most jelzem, nincs rá kapacitás. Azon már el kell gondolkodni, hogy esetleg megbüntetni az ilyen embert, aki még egyszer, tehát ezek a rendeleteink nagyon régi
visszanyúló rendeletek, amik tiltják, de alapvetően közterületen engedély nélkül sem építeni, sem ültetni nem lehet semmit. Ezt mi magunk se tehetjük meg, most gondolok itt az építésen, nekünk is ehhez engedélyeket kell beszerezni, stb. Stb. De mi még mindig jobb helyzetben vagyunk, most bocsánat, úgy mondom, hogy mi, mint önkormányzat, mert mi a saját területünkre ültetnénk, vagy építenénk, a lakosság túlnyomó része viszont egy idegen területre, egy külterületre, vagy egy olyan közterületre épít, amihez alapvetően semmi közük. De még egyszer mondom, ezzel sincs baj, ha ez kultúrát megbeszélt körülmények között, mert volt ilyen, hogy ültethet-e, megkérdezte, hogy milyen fát, hogy a jövőben miért szeretnénk, és akkor ő pont ugyanígy, ez is van. De az, hogy kimegyek, és ami eleve nem is tudok felfogni, hogy ez honnan jön, hogy ültetünk 4 fenyőfát. Fenyőfát ne, tehát ezekkel csak a probléma van, nagyon jól tudjuk. Mindegyik elér egy magasságot, kidől, és óriási kárt fog okozni. Úgyhogy ennyit erről. Egyébként ez a beláthatóság, ezt én is tapasztaltam most pár növénynél, valószínű itt a nagy eső miatt így hirtelen beindultak, és a tulajdonosok nem érték utol magukat a sövénynyírással, tudjuk be ennek. Reméljük, hogy utol érik magukat, hanem akkor majd kivágjuk a sövényt, ez lesz a másik lehetőség. Jó? Köszönöm a megjegyzést. Miki? Én is, mint az Aliz kérdezett a Pétertől, hogy Szent István napokról egy pár szót, illetve hogy a színházaknak a való egyeztetés, hogy hogy áll, hogy mikortól lehet majd jegyeket venni, illetve milyen előadások lesznek. Tulajdonképpen ez még folyamatban van. Bár most így előre gondolkodva nem csak, hogy Szent István napokról, hanem Szent István hetekről fogunk tudni majd beszélni. De nem akarok annyira előre szaladni, mert említettem, egyeztetve van még a színházi program is. Ugye a tavalyi évben elindítottuk Szászvár településsel közösen a Várak Színháza című rendezvénysorozatunkat. Ez annak idején egyfajta ígéret is volt, így Vinyánszky Attila igazgató úr felé, ugye a Nemzeti Színháznak az igazgatója, hogy egy hagyományteremtő programsorozatot fogunk életre hívni. Mi ennek szeretnénk megfelelni, ugyanúgy Szászvár is. Szászváron az augusztus 20-ai hétvégén kerül megrendezésre, mi ahogy ugye az utolsó kulturális bizottsági ülésen egyeztettünk róla, augusztus 2. hetében. Tehát ez attól függően, hogy hány színházi produkciót kapunk majd meg a Dérini program finanszírozásában, mert mindenképpen ezzel terveznénk, hiszen ez rentábilis, meg nagyon jó programokat találtunk, tehát húzó nevekkel, meg húzó színházakkal. Ez augusztus, tehát a keret számtól függően, vagy augusztus 10-11-12, vagy pedig augusztus 9-10-11-12, ugyanis 12-ére már van egy lefixált program, szintén Dérini program által finanszírozott, ez a Bündeltánc című történelmi játék az Oberon társulat előadásában, ez a német, pontosabban a sváb kitelepítésről szól. Ez egyébként a Pécsváradi Emlékháznak az udvarán kerül jó idő esetén megrendezésre, és szerves része lesz az azt követő napnak, ugye, ami a Spätschoppen, ugye a Német Nemzetiségi Mulatság augusztus 13-án a Várban kerül megrendezésre, és hát ugye ettől függően, hogy mennyi színházi produkciót kapunk, akkor 9-én már el tudnánk kezdeni, és akkor ez tényleg valóban egy nagyon szép folyamata lehetne ennek a Várak Színházának, tartalmas produkciókkal és előadásokkal. Nyilván a következő hét az, hogy az augusztus 20-ai, ami a kiemelt frekventált rendezvény, ez hasonlóképpen ez egy népünnepében teljesen neki, tehát természetesen a tradicionális programelemek mellett, ugye a délelőtti ünnepi szentmise, kenyér szentelés, kenyér megáldása, koszorúzási ünnepség után, délután, ugyanígy az Európa téren a művelődési központ előtt, hogyha az időjárás engedi, egy tartalmas kulturális programmal ajándékoznánk meg a Pécsváradra, illetve a Pécsváradra érkező lakosságot is, érdeklődőket, de hát erről is majd még a részleteket tájékoztatni fogjuk a lakosságot mindenféle fórumon keresztül, úgyhogy megkérem, hogy figyeljék a közösségi médiát, és illetve hát a hírmondó most fog megjelenni majd következő hónap elején, tehát ott is már valamilyen szinten egy részletesebb tájékoztatást fogunk adni, úgyhogy egyelőre ennyit tudok. Köszönöm. Szíves. Köszönjük szépen. Szíves. Egyébként várjuk a választ. Tehát a hivatalos levél a két polgármester aláírásával elment, így Vinyánszky úrnak, így is, úgy is, minden formában. Úgyhogy várjuk a választ, és nem, legalább a szászváriak is ugyanennyire várják, mert most nagy titkot nem árulunk el vele. Ez már két hónap. Igen, belül vagyunk már.
Nyilvánvaló, de még egyszer, tehát döntési jogkörünk ebben ugye nyilván nincs, tehát meg kell várni ezt az eredményt. Azért is, mert ez anyagilag nem mindegy, hogy egy jegy az 200 forintba kerül, vagy 3500. Nem lenne semmi probléma, tehát most nincsen probléma akkor, hogyha nem maxoltuk volna ki a délinés kereteket. Hál' Istennek elég sok előadás volt, meg még lesz is az év folyamán, tehát még az ősszel is, meg télen is. Tehát ezért kell Vinyánszky úrnak a közreműködő segítségét kérni, hogy még ezen felül legalább kettő, de inkább három előadással támogassa meg a program ezt a sorozatot. Köszönöm szépen, másnak esetleg. Nekem még. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye itt már több egyszer előkerült ez a Városi Kft.-nek a felügyelőbizottságával kapcsolatos tájékoztató, illetve hogy arról tudunk-e valamit, hogy időpontban ez még idén nyáron esetleg megvalósul, vagy kaptál valami visszajelzést a Ildikó, azt hiszem, hogy aki Ildikó fogja ezt tartani? Az Ildikó itt volt, ugye folyamatban vannak ezek a KFT-ek, én személyesen találkoztam vele, ahol megkértem, hogy jelöljenek ki a Fuller Péterrel veletek egyeztetve időpontot. Nyilván nem bizottságonként, mert teljesen mindegy ugyanazt, hanem egyszerre oda lehet hívni mindenkit. Én ennyit tudok, hogy rászóltam, hogy ezt, én úgy gondolom, hogy ez mindenképp még a nyáron ez meg kell, hogy történjen. Akkor gyakorlatilag ők a Péterre már lehet, hogy egyeztettek valamit? Lehet. Az utolsó alkalommal nekem olyan programom volt, hogy ők ketten találkoztak, illetve a művelődési háznál volt egy másik témában megbeszélés. Úgyhogy én akkor elkaptam és annyit mondtam, hogy nyilván föl kell egy gyógyulni ebből a sérülésből, de láttam, hogy ha nem is tökéletesen, de tud menni, úgyhogy, és jött is dolgozni, tehát segíteni a belső ellenőrzési ügyekben. Köszönöm, igazából csak egy lett volna, hogy van de rá fog még egyszer a Péterre erősíteni, hívja fel, és nyilván nem hiszem, hogy ez akkora dolog eljönni, bár tudom, hogy mivel az ő általa ellenőrzött önkormányzatok, önkormányzati KFT-nek, ugye mindenkinek most van az ellenőrzése, és hát nem mindenki van annyira idézőbe felkészülve, mint mi, mert nekünk azért ezek az ellenőrzések, ezek viszonylag, ha lehet rondán fogalmazni, ilyen cson nélkül, tehát olyan hiánypótlásokat kaptunk, ami ilyen 10 perc alatt megoldható. Az is egy vagy kettő volt, tehát azért az ellenőrzött KFT, mind a három, az ilyen szinten sikeresen teljesítette ezt a dolgot. Jó, köszönöm. Akkor én egyszer megköszönném a mai napi munkátokat, de nyilván mi még folytatjuk. A vendégeinknek, kollégáknak szintén az együttműködést, a Városi TV-nek köszönöm a közvetítést, nézőknek szép délutánt kívánom. Ilyen kicsit folytatjuk, de ezt most egy zárt ülés formájában. Köszönöm szépen, viszontlátásra, viszonthallásra.